mind a három belső védő előre jött Kecskeméti részről. Jön a beadás, megpróbálja tovább fejelni, azt Belényesi. Zeke. Horváth 16-oson belülre ér, Horváth átnyesi a másik oldalra, ott a fejes, és Bogdán véd. Zeke mellett, Zeke, Vágó is oda csúszik, szépen mentette meg Gólyák a labdát, Botka indul most már el, és még egy lövésre is van idő, és erő Ovocu rúgta rá. Berke most előnyszabályt alkalmazott, és Varga Bencének először kellett védenie. De minél több szabadrúgás és szöglet jön be, annál nagyobb az esély. Horváth. Zeke. Jön az emelés. Belényesi, Tóth csúsztat, és ott a gól! A gólszerző Szalai. Harmadik gólja ez már a szezonban Szalainak. Jön Zeke emelése, nincs les. Itt az első fejpárbaj, ezt Belényesi nyeri, ezt Tóth Barna, és mivel Knuster belóg, Szalai teljesen szabályos gólt szerez. Ezt Bogdán sem védhette, nagyon közelről jön a lövés, ballal kinyújva. 39. perc. Kéttagú ferencvárosi sorfal is takarja a kilátást. És megvan a labda Vargának, igen, Marquinhos még odarúg. Szabó, Nikicser. És még ez is jó lehet, bizony. Ajjaj, Abena helyében most nem lennék, mert volt egy sárgája már. Ember hátrányba kerül a Ferencváros. Mert az, hogy a kezdőkör környékén elemelik mellette a labdát, míg az ő sebességével szerintem még Horvátot utol is érthette volna. Itt van Nikicser. Még ketten ott vannak biztosítani, így ráugrani az ellenfélre. Csacska dolog, maradjunk ennyiben. Főleg úgy, hogy valakinek már van egy sárgája. Mai. Mellé. Inkább indít. Knuster. Tóth lőhet. Lő is! Óriási gólt! És Tóth Barna is a hatodik gólját lövi már a szezonban. Mayer is beindul. Knuster tudja, hogy el kell fejelnie. És 17 méterről egy szédületes kapáslövés. Hát a forduló egyik legszebb gólja. Olyan sok gólt eleve nem is láttunk. Nem tudom, lesz ennél szebb. Vágó oldalra, Zeke. Mayer indul, nem volt lesen. Mayer veszi le jól. Mayer. Ez is egy jó passz. Tóth vissza. Katona. Mayer lő. Kapufa.